Kedves hallgatók, tisztelt nézők, szeretnék a szociális ellátórendszer szerepéről beszélni a piacgazdaságban. Elsőre kicsit bonyolultnak és misztikusnak tűnhet ez a téma, de olyan terület ez, amely nem csak a történelmi tanulmányaink során, hanem szinte minden nap találkozunk, családjainkkal kapcsolatban is. Meg szeretnénk nézni elsődlegesen, hogy mit jelent ez az ellátórendszer, és miért van rá szükség. Valamikor, ugye mondhatnánk, a mai életformánk kialakulása hajnalán a polgári társadalomban merült fel az az igény, hogy az állam nem csak korlátozó szerepet töltsön be az emberek életében, tehát ne csak elvonásokat, adóelvonásokat, törvénybetartásokat és más olyan területeket felügyeljen, amik az állampolgárokat hát nagyrészt hátrányosan érintik, hanem valamiképpen az állam megpróbáljon befektetni az emberek életébe, tehát gondoskodjon róluk. Elsőként ez a gondolat már a felvilágosodás korában merült fel, és aztán ugye a felvilágosult abszolutista uralkodók ezt hát eléggé felülről az alattvalók véleményét nem megkérdezve érvényesítették az ő saját akaratukat. A szociális ellátórendszer a mai formájában, a modern, mondhatnánk, hogy fejlett nyugati típusú országokban, és Magyarország is ez a kultúrkörhöz tartozik, természetesen már sokat finomodott és sokat változott. A jelenlegi formáját fogjuk tehát megnézni, és ennek a működését. Rendkívül fontos, hogy az állam olyan pénzekkel tudja segíteni, hiszen a szociális ellátórendszernek is a pénzügyi élet az alapja. Az állam bevételeket szerez adók, járulékok formájában, majd ezeket valamilyen módon újraosztja, olyan területekre fekteti be, amit majd látni fogjuk, amik az emberek különböző csoportjainak az érdekében működnek. Vagy az egészségüket tartják fönt, vagy a munkához való lehetős jutásukat segítik, valamilyen módon tehát megolajozzák a társadalom egyes csoportjainak az életét a működő képesség irányába. Nem az a célja a szociális ellátórendszernek, hogy minden problémát megoldjon, hanem lehetőség szerint segítsen, katalizáljon olyan folyamatokat, mint például a gyermekvállalás, mint például az egészséghez való jutás, vagy egyes segélyek, szociálpolitika, ami mind a befizetett járulékokból és adókból válik lehetővé. Mi ennek az oka, ahogy említettem is, az évszázadok folyamán egyre inkább látták a politikai élet és politikai osztálynak az egyes szereplői, hogyha túl nagyok a különbségek a társadalom csoportok között, ha óriási szakadék van, és ez a szakadék csak egyre nyílik, a legszegényebbek és a leggazdagabbak között, akkor előbb-utóbb abból társadalmi feszültségek, robbanások, forradalmak és polgárháborúk fognak kialakulni. Tehát maga az államrendszer képviselőinek, a politikusoknak is érdekük, de minden választópolgárnak, hogy ez a fajta újraelosztás ne legyen olyan mértékű, hogy ugye megfojtsa az egyéni kezdeményező képességet, magyarul az emberek inkább segélyből szeressenek élni, mint munkából. Ez mindenképpen hátrányos lenne az egész jól működő piacgazdaságra. De az sem lehet, hogy azok, akik önhibájából kívül hátrányba kerülnek, vagy valamilyen módon leszakadtak a társadalomban, ne kapjanak segítséget, és ne kapjanak lehetőséget a normális élethez való jutásban, illetve anyagi javaknak a minimális szintű birtoklásában. Ennek eszközét úgy hívjuk, hogy szociálpolitika. A politikának egy sajátos ágazata, ami szociális kérdésekkel, jóléttel, egészségügyel, társadalombiztosítással foglalkozik. Ezek az úgynevezett ellátórendszerek három nagy modellhez vezethetők vissza. Az elsőt a liberális rendszert a brit nyugdíjrendszerként tudjuk leírni, illetve liberális rendszerként tudjuk megnevezni. Ennek már hosszú-hosszú eredete van. A másik a konzervatív típusú rendszer, ez elsősorban német gyökerű, még a Bismarcki Németországban, ugye az új német császárságban jött létre. És végül a szociáldemokrata, amit leginkább Svédországban lévő, igencsak kiterjedt és gondoskodó egészségügyi rendszer mintájaként írhatunk le. Rendkívül fontos,
hogy az államnak az újraelosztó szerepe és funkciói és ugye szervezetei és hivatalai mellett legyen az emberekben is egy szolidaritás érzet, és egy tényleges, tevőleges segítségadási, nem csak vágy, hanem egy gyakorlat az embertársaik más csoportja felé. Ezt úgy hívjuk, hogy társadalmi szolidaritás. Ennek mindnyájan részesei vagyunk, hiszen alapítványokat, karitatív szervezeteket támogatunk, ezeknek a munkáját elismerik az emberek, széles körben megbecsültségnek örvendenek, főleg azok, akiknek láthatóan minden helyzetben az embereik ott vannak az utcán, akár hidegben, akár katasztrófák idején, akár a hajléktalanok ellátásában. Tehát nagyon fontos, hogy egyrészt a szociális ellátórendszer az államnak egyfajta újraelosztó szerepét mutatja, másrészt számít arra is, hogy az emberek önmaguktól is fölbuzdulnak arra, hogy az embertársaik felé, vagy az elesett réteghez tartozók felé valamiféle önkéntességet kifejeznek, akár munkával, akár az anyagi javaiknak a befektetésével. A szociális ellátórendszer négy nagyobb pillérre nyugszik Magyarországon. Az első a társadalombiztosítás. Ezt is alaposabban meg fogjuk majd nézni. Három kisebb, önmagukban is elég nagy fejezetek és ellátórendszerek tartoznak ide. Az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás és a balesetbiztosítások. A másik nagy pillér a szociális szolgáltatások és a segélyezés. A harmadik a foglalkozáspolitika, amit meg fogunk majd nézni részletesen szintén, illetve a családtámogatásoknak a rendszere. Nézzük tehát akkor az egészségbiztosítást, ami ugye a szociálpolitikának az egyik leglátványosabb vagy legnagyobb területe, legtöbben talán ezzel találkozunk, hiszen kórházak, rendelőintézetek, körzeti orvosok tartoznak ide, a mentőszolgálat. Ennek a célja nyilván egy nagyon fontos állam által garantált cél, az emberek egészségének a megőrzése és helyreállítása, tehát erre mindenképpen költ mindegyik állam. Az, hogy mennyit, hogy hány százalékát a GDP-nek, hogy mennyi rész gondoskodik az embereknek, ugye magánegészségügyi szolgáltatások keretében ezt öngondoskodásnak hívják, és hogy az állam által fenntartott szolgáltatásoknak milyen színvonalnak kell lennie, erről nagyon nagy viták folynak, nem is tartozik ide a tárgykörünkhöz, hanem a rendszernek a megértése, működtetése és elmagyarázása jelen esetben a feladatom. Lényeg az, hogy ez a területhez, amit az állam ugye rendkívül sok pénzzel tart fenn, nagyon fontos nem csak az egészségnek a megőrzése, helyreállítása, hanem van egyfajta pénzügyi funkciója is, ha valaki fizetett járulékot, tehát a fizetéséből megfelelő módon eljutott az államhoz, vagy ő vagy a munkáltatója a megfelelő összeget, ami törvény előír, ezért egészségbiztosításban részesül, és ha adott esetben kiesik valamilyen betegség, vagy lerokkanás, vagy átmeneti ok miatt, de akár lehet ez tartós egészségváltozás, akkor táppénzben, illetve más járulékokban részesül. A következő ilyen szerződés, azt mondhatnánk az állammal, az állam egyik fontos szervezetével, a nyugdíj. A nyugdíjbiztosításnak is természetesen van egy megelőző része, hogy a fizetésünkből levonnak megfelelő százalékot egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási célzattal, majd, hogyha megfelelő életkorba kerülünk, ez eltér egyes országokban, Magyarországon is a nők és a férfiaknál eltérő évekről beszélünk, de vannak ugye egyes munkakörök, ahol más nyugdíjrendszer veszélyeztetett munkakörökben dolgozóknak enyhe kedvezménnyel mehetnek nyugdíjba, talán még most is. Minden esetre a nyugdíjnak a biztosítása szintén az állami elosztórendszernek a feladata. Egy fontos alfejezete ennek a rokkant nyugdíj, amit az is megkaphat, aki nem érte el az adott nyugdíjkorhatárt, ami az országban törvényes, tehát nem töltötte be, de olyan súlyos egészségkárosodásban részesült, hogy nem tud visszamenni dolgozni, ezért rokkant nyugdíjra jogosult. Következő ilyen elem a társadalombiztosításnak a balesetbiztosítás. Minden munkavállaló, aki munkahelyen dolgozik, és ott valamilyen sérülés vagy kár éri,
az részesült ugye baleset biztosítási összegben, és ezért kisebb vagy nagyobb jellegű kártérítést fizetnek neki, ez a baleset biztosítás. Ne történjen senkivel ilyesmi. A szociális szolgáltatásokra is szeretnék rátérni, ami fontos eleme a szociális piacgazdaságnak, illetve az állam újraelosztó szerepének e tekintetben. A szociális szolgáltatások összefoglaló néven mindazok a gondoskodó jellegű tevékenységek, amit bármely hátrányos helyzetű törvény szerint és jog szerint igénybe vehet, de ennek a szervezet kereteit ugye különböző kisebb-nagyobb intézmények, minisztériumok, állami és önkormányzati szervezetek végzik el. Ide tartoznak az idősek ellátásai, fogyatékosokról gondoskodás, szenvedélybetegeknek a hosszú távú kezelése, illetve a hajléktalan ellátás, amiről a csatolt képet is láthatjuk. Rokonértelmű fogalom a szociális segélyezésnek a területköre. Azok a pénzek, ahogy említettem, amit az államhoz befolynak adók és járulékok formájában, egy fontos rész a nyugdíjbiztosítás, az egészségbiztosításon felül a segélyekre kifizetendő összeg. Az, hogy ki kaphat segélyt, ugye a szociális helyzetét valamilyen módon nyilván átláthatóvá kell tenni, mondjuk egy önkormányzati előadó számára, de kerülhet akár önhibájából kívül is egy család, egy ember is nehéz helyzetbe, ezért átmeneti vagy rendszeres szociális segélyre jogosult, kaphat akár lakásfenntartási támogatást vagy ápolási díjat, hogyha valaki az idős családtagját gondozza. Ezeknek a mértéke is, ahogy ezt már említettem, ez komoly, aktuál politikai vitáknak van kitéve, aminek a tárgyalása most nem témánk. Minden esetre a szociális segélyezésnek a területebe tartozik még a temetési segély is, amit adott esetben kérelmezni lehet, nem automatikus, a közgyógyellátási igazolvány, aki rendszeres és igen jelentős összegbe kerülő gyógyszer fogyasztásra kényszerül valamilyen krónikus betegség miatt, és a jövedelme egy bizonyos szintet nem ér el, az jogosult a közgyógyellátás igénybevételére, ami azt jelenti, hogy ingyen vagy nagyon kis összegért is hozzájuthat nagyon drága gyógyszerekhez. Valamint szakértői szerepe is van ennek a területnek, a szociális segélyezéssel foglalkozó munkatársaknak, életmódbeli tanácsokat is adhatnak, például adósságkezelési pénzügyi tanácsokat, hogy hogyan, miképpen kell a pénzt jobban beosztani, hiszen nyilvánvalóan, anélkül, hogy bárkit is megbélyegeznénk, a nehéz anyagi helyzetbe került emberek egy jelentékeny csoportja nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel a pénzügyi életről, a befektetésről, akár a takarékoskodásról, és így tovább lenne szó. Fontos szerepe az állami szociálpolitikának a foglalkozáspolitika. Az, hogy a munkavállalók és a munkaadók közötti kapcsolatot valamiképpen egyengesse, hiszen nem jó, hogyha csak pusztán piaci viszonyoknak van ez kitéve, a kereslet és a kínálat, elsődlegesen egy szabad országban ez az elsődleges, és ebben is van természetesen számos jó hajtóerő, hogyha nagy kereslet van egy szakmára, akkor annak a fizetése is meg fog növekedni, ott azt a szakmát valószínűleg többen fogják megtanulni, ma például az informatikáról legyen szó, és így ez a fajta kereslet-kínálat működik, de az állam is részt vesz, hogy olyan módon, ha valamiféle homokszem kerülne a gépezetbe, akkor akár tanácsadással, akár átképzéssel, sőt munkahelyeknek a létesítésével is az állam tud segíteni ebben a területen dolgozók vagy hiányszenvedő embereknek a részére. Vannak passzív eszközei a foglalkozás politikának, amik nagyon ismertek, a munkanélküli segély, álláskeresési járadék, nehéz helyzetbe kerülő embereknek vagy munkahelynek a megszűnése, átszervezése esetén jogosultak valamennyi ideig munkanélküli segélyre, majd ha ez lejár, akkor álláskeresési járadékra. De minden megtesz maga az állam is,
az erre hivatott szakemberek és hivatalnokok segítségével, hogy visszavezesse az állásukat elvesztett embereket a munkahelyekre, és ugye az kérdés, hogy versenyképes munkát kell szerezniük, és ebben is segítő készséget kell mutatnia az állami szerveknek, önkormányzati szervezeteknek akár, és ilyen például, amiről majd beszélünk hamarosan, az aktív jellegű eszköz, TÁR, ami nem is kevés, ami már nem csak egy kialakult nehéz helyzetet akar kezelni, például valaki elveszíti az állását, és ugye meg kell élnie valahogy, és ezért munkanélkül segélyt kap, hanem megpróbálja megtartani a munkahelyet, vagy pedig megpróbál versenyképesebb eszközöket segíteni, például átképzésekkel, új szakmáknak a megtanulásával, képzési díjaknak az átvállalásával az állam, és így az embereknek folyamatosan esélyt biztosít arra, hogyha valakinek már elavult a szakmája, vagy megfelelő életkor után ugye egyre nehezebb elhelyezkedni a versenygazdaságban, a piacgazdaságban, akkor az átképzések folytán is kaphat újabb esélyt olyan szakmának a megtanulására, ami piacképes és amire van kereslet. Tehát ide tartoznak az álláskeresési támogatások, az információknak a kiszélesítése, az utazási, lakhatási, képzési támogatások, ezek konkrét pénzügyi támogatások, de nagyon fontos, ahogy említettem, a pénzügyi támogatáson felül az információknak, a képzésnek az alapos és szakszerű megosztása, és ide tartozik a közmunkaprogram is, ami arra biztosít rendszeres lehetőséget, igaz, hogy nem túl nagy összegért, de végülis rendszeres fizetésért, hogy akik végképp nem találnak munkahelyet, akár a képzettségüknek az alacsony volta miatt, az állam foglalkoztatja őket bizonyos közfeladatok ellátására. A munkáltatók felé, tehát nem csak a munkavállalók felé, hanem a munkáltatók felé is rendelkezik a foglalkozáspolitika ajánlattal. Ezek az ajánlatok arra vezetik a munkáltatókat, hogy megérje nekik az embereket foglalkoztatni. Ezt pont most a vírus idején ugye hallottunk ennek szép példáit, hogy egyes járulékokat elengednek, vagy lecsökkentenek bizonyos munkavállalók után fizetendő adókat, és ezzel arra ösztönzik a munkáltatókat, hogy ne bocsássák el az embereket, hanem megpróbálják őket megtartani, még abban az esetben is, hogy ez nekik éppen nem gazdagságos. De konkrétan olyan ajánlatokkal is, sőt pénzügyi támogatásokkal is fölléphet az állam a munkáltatók felé, amelyek új munkahelyeket hozhatnak létre, adhatnak bizonyos adókedvezményeket pályakezdőknek az alkalmazására, vagy fogyatékosoknak az alkalmazására, létesíthet egy adott vállalkozás olyan fajta munkákat, ahol kifejezetten nem annyira piaci, hanem egy-egy közösség, vagy a lakóhely, vagy a társadalomnak közvetlenül a céljait szolgáló munkafolyamatot vállal, és erre adott esetben az állam támogatást tud adni. Tovább menve rátérünk a családtámogatások fejezetre. A családtámogatások kérdése is olyan, amivel joggal és okkal foglalkozik az állam, és ezzel a területre is befektetéseket eszközöl. Legismertebb a gyermekvállalási kedvnek a támogatása, anyagi, pénzügyi lehetőségekkel, tanácsadással. A gyermek nevelése a modern polgári államban mondhatjuk nem magánügy, olyan tekintetben, hogy természetesen a családoknak a belső életébe ideológiai szempontból nem szólhat be az állam, de segítheti a családokat, hogy minél több gyerek szülessen, és egyfajta támogatást nyújt a gyerekeknek a fölneveléséhez. Ezek a keresetpótló támogatások ennek az első csoportja, az anyasági támogatás, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély, és ezen felül még van a gyermekgondozási támogatás, amelyek mind azt biztosítják, ha valaki már munkavállalóként egy édesanya dolgozott valamennyit, és az ő jövedelme, tehát az anyasság idejére ugye megszűnt, de ezt az állam bizonyos százalékban támogatja, elismerve azt a munkát és azt a tevékenységet, ami hasznos a társadalomnak, és úgymond ezt megpróbálja
honorálni, finanszírozni. Nem biztos, hogy teljes százalékban, de most már egyre nagyobb százalékban ad az állam támogatást ilyen keresetpótló jelleggel gyermek születése esetén. Ezen felül azt is ösztönzi az állam, hogy a gyerekeket iskolába járassák a szülők. A családi pótlék eredetileg nem 100%-osan arra volt, de most már úgy tűnik, hogy egyre inkább feltételekhez kötik, és a gyerekek iskoláztatása esetén, vagy ennek a nem iskoláztatása esetén szankciókat helyezhetnek kilátásba, amik azért elég ritka esetben történik ezeknek a teljes vagy részleges megvonása. Minden esetre arra ösztönzi a szülőket, hogy mindent tegyenek meg, hogy a családi pótlékot szeretnék megkapni hosszú-hosszú ideig, a gyermeknek a kiskorúsága idejére, akkor elősegítsék, hogy ezek a gyermekek képzéshez jussanak, vagyis iskolába járjanak. Ilyen vadonatúj, vagy viszonylag új dolog a családi otthonteremtésnek a támogatása, a hírneves CSOK, amit a fiatal házasok fölvehetnek visszatérítendő, kedvezményes kamatú hitelformában, illetve van ennek olyan része is, megfelelő gyerekszám vállalása esetén, amit nem is kell visszatéríteni. Összefoglalásképp elmondhatjuk, hogy az állam a 20. században, de már a 19. század második felétől is bizonyos gondoskodó szociális funkciókat vállalt föl a lakosság érdekében, állampolgárai érdekében, amelyeknek az a célja, hogy az általa beszedett adók és járulékokból egy részt arra fordítson, hogy az állampolgároknak az életét, egészségét, biztonságát és lehetőségeit segítse. Köszönöm a figyelmet!